A végzős diákok beöltöztek mindenfélének, és az alsóbb évfolyamosokat nemigen hagyták tanulni a ballagások napján délelőtt. Ugye az érettségi után, hogyha meg lesz, már pedig nagy reménnyel talán meg lesz, szeretnék jövőre maradni még egy évet, amikor lesz végre egy szakmám, van már egy a fél éves vizsga után, de az legalább biztosabb, majd pedig egyetemre szeretnék menni. Az iskolától való búcsú során régi hagyományokat folytattak az oktatási intézményben. Már május 3-án elkezdték a bulizást, jelenleg 84 végzős diákjuk van. A diákok itt az iskolában a padlástérben egy nagyon kedves műsort adtak az őket tanító tanároknak és az osztályfőnökeiknek, és utána egy ilyen estig tartó kis buli volt ennek a vége. A mai nap lesz ennek a búcsúztatásnak a folytatása. Polgármester úr tart egy köszöntőt a végzőseinknek, majd ők végigvonulnak kocsikkal a városon, és lesz egy szinte egy régebbi hagyomány, egy faültetés, hogy nyomot hagyjanak ilyen módon is az iskolában a végzőseink. Ezen a vidám napon a továbbiakban az MMS Eszterházy Miklós Technikum végzős diákjainak vizsgára bocsátott ceremóniája zajlott. A diákok iskolájuktól a polgármesteri hivatalhoz vonultak, itt történt a hagyományt őrző kisbíró és kisbíróné közreműködésével az ünnepi búcsú. Ez egy hagyomány az iskolánknak, hogy minden évben érettség előtt egy-két nappal megjelenik, és a polgármestertől engedélyt kérünk, hogy szakmunkás vizsgát és érettségit tehessünk. És általában ugye a Lajstrom könyv, amiért látszódott, és benne is volt a szövegben, oda az összes végzősnek a neve be van írva, és egy pecséttel igazolva van. A polgármester Pintér Szilárd többek között azzal biztatta a diákokat, hogy ilyenkor nincs vége a dombóvári létnek. Közben visszaemlékezett a saját ballagására is. Nyilván ilyenkor kicsit sóvárgok is, hogy valamikor is a túloldalra láttam, és még emlékszem rá, hogy mikor. És arra biztatom őket, hogy ne tekintsék életük nagy kihívásának azokat a vizsgákat, amik most jönnek, hiszen erre készültek. Az életben lesznek olyan kihívások, amik felkészületlenül érik majd őket, de hogyha úgy érik az életüket, ez nagyon kb. Számba fog előfordulni. Ezen a helyszínen 80 nappali tagozatos tanuló vett részt a ceremóniában. Ha a felnőtt diákokat is beleszámítjuk, akkor ilyenkor általában 120 diákot szoktak ballagtatni. A két oktatási intézmény diákjai pénteken ünnepies keretek között ballagtak el iskolájukból.